Jó estét kívánok, kezdődik az Egyenes beszéd. A stúdióban itt van már Novák Zoltán, a Méltányosság Intézet elemzője és Szerető Szabolcs, a Magyar Hang főmunkatársa. Jó estét, szervusztok. Kezdjük a Medián felmérésével. Ugye készítettek egy felmérést az uniós tagságunkkal kapcsolatban. Hát a magyarok jelentős többsége nem lépne ki az EU-ból. 53%-unk teljes mértékben támogatja az ország EU tagságát. Mennyire meglepő ez nektek, vagy mennyire nem? Mit gondoltok ezekről a számokról? Annyiban nem meglepő, hogy azért évek óta látható az, hogy sőt, tehát Magyarországon hagyományosan erős az uniós tagságnak a támogatottsága. Volt korábban egy felmérés, ami ennek a elszántságnak a gyengülését mutatta, ehhez képest ez egy korrekció, de alapvetően az EU-tagság melletti többség az Magyarországon eddig soha nem volt veszélyben, nem nagyon volt olyan felmérés, ami erre utalt volna. Korábban volt ez azért magasabb, bár pont volt, az adás előtt beszélgetünk, hogy nem emlékszem volt, pontosan, de mint hogyha 60% körül is, vagy 60% igen, de ez, is én volna. Azt mondom, hogy azt mutatja, hogy tudjuk, hogy van egy nagyon erőteljes kormányzati kampány, ami hát mondjuk nem feltétlenül pozitív színben tüntetik az Európai Uniót, és ugye Brüsszel az inkább egy ilyen szitok szó szokott lenni a kormányzati propagandában, még a kormányzati politikusok megnyilatkozásaiban. Ennek annyiban van hatása, hogy igen, egy picit csökkent, de ennek a kampánynak a propaganda kampánynak a korlátait is jelzik ezek a felmérések, tehát úgy tűnik, hogy nem, ha egyáltalán ez cél volt, nem sikerült áthangolni a magyar társadalmat egy ilyen EU ellenes attitűdben, álláspontban. Szerintem nem látszanak a korlátai, tehát én azért azt állítom, hogy ha kampányt építene mondjuk egy Huxitra a kormányzat, akkor meg tudná ezt az arányt, ha nem is fordítani, de 50% alá tudná nyomni. Miért gondolod ezt? Most ezt azért kérdezem, mert egyébként pártállástól függetlenül többségben vannak, akik támogatják, tehát abszolút a Fidesz szavazói is, de még a Mi Hazánké is, tehát ott is majdnem talán kétharmad, most nem is tudom, tehát mérsékeltebb a támogatás, de azért nagy a támogatás az úgy. Igen, itt egy nagyon érdekes konstrukció van a kormány oldalon, tehát azt látjuk, hogy a szellemi hinterland és a média háttér az azért erőteljesen bírálja nem csak Brüsszelt, hanem az EU-t is, és néha picit megpengeti ezt a huxitos dallamot is, de ugyanakkor a politikusok mindig egyértelművé teszik, hogy nekünk az EU-ban van a helyünk, csak vitánk van vele, nekünk kell megváltoztatni. Tehát most az alapállás szerintem az, hogy változtassuk meg az EU-t. Tehát nagyjából ez a nagyfajrói álláspont van szerintem, amit a Fidesznek a szavazótábora képvisel. De akkor azt nem hallják meg azokat a mondatokat, amit például Kövér László mondott, hogy ő már nem szavazna az uniós tagságunkra, vagy Orbán Viktor mondatai, tehát többször volt. De nincs egy ilyen nagyon erőteljes. Igen, meghallják szerintem, és rezonálnak is rá, de alapvetően úgy gondolják, hogy Magyarország akkor juthat egyről a kettőre, ha a pénzek bejönnek. Tehát itt azért ezt a distinkciót egyrészt megteszik a politikusok is, hogy a pénzre szükségünk van, a pénz az jár nekünk. Most egyébként a teljes hinterland egy picit belekóstolhatott az elmúlt fél évben abba, hogy milyen, amikor nem jön a pénz. Tehát most egy erőteljes szárazság van, tehát most még ha akarnánk valamivel magyarázni egyébként ezeket a számokat, hogy most miért növekedett, most biztos, hogy tisztában vannak azzal, hogy milyen, amikor nem jönnek az EU-s pénzek. Tehát milyen, amikor projektek állnak le, fejlesztések állnak le, és gyakorlatilag ott állnak a nomenklatúrával, a felvett nomenklatúrával, a kész projekttervekkel, és nem lehet elkezdeni a munkát. De alapvetően azt gondolom, hogy ha itt ráállna, ez a propagandagépezet ráállna egy huxitos kampányra, és ezt láttuk egyébként Angliában is, hogy nagyon jók voltak a számok, és azzal számoltak, hogy ezt nem lehet elveszíteni, és el lehetett. Most meg már máshogy gondolják, mert a kutatások azt mondják, hogy a britek már nagyon meggondolták magukat. Azzal egyetértek, hogy nyilván az egy új helyzet lenne, hogyha ez egy hivatalos politikai célkitűzésé válna, hogy a kormányzat ezt az ászlót felemelni, hogy akkor ki az Európai Unióból. Ez bizonyosan módosítana, ezeken az arányokon módosítana, de azért ebben a felmérésben az is benne volt, hogy akkor is a többség támogatná
akár a saját párt álláspontjával szemben is ezt az uniós tagságot, hogyha egyébként Orbán Viktor ebben lett kampányolna. Igen, persze de... itt a mi lett volna, ha, vagy mi lenne, ha hát még kérdés, nem kérte ezt Orbán Viktor. Tehát ez egy hipotetikus kérdés. Alapvetően szerintem, ha ez egy kampánytéma lenne, akkor azért ez sokat változna. Tehát ne legyünk naívak azzal kapcsolatban, hogy mire képes a kormányzati háttérmédia. Egyébként az ellenzék egy része most tegnap éppen itt a stúdióban Lukács László György, a Jobbik frakció vezetője azt mondta, meg egy Gyöngyösi Márton tulajdonképpen a beszédében, hogy Orbán Viktor ki akarja vezetni az Európai Unióból Magyarországot, és az orosz érdekszérába akarja sorolni. De ez is egy hatalmas baromság egyébként. Tehát, hogy... Hát nem ezt akartam kérdezni, de hogy ennek bármiféle realitása van-e pont amiatt, amit te mondtál, hogy hát most aztán tényleg látjuk, hogy mi van olyankor, ha nem jönnek. De ez nem realitás kérdés, azt hiszem, hogy ez politikailag annyiban észszerű, hogy nyilván most az ellenzék talál egy olyan ügyet, hogy egy olyan álláspontot foglal el, amiben a többség mögötte van. Ebből persze szemben láthatóan túl sok szavazat nem jön át hozzá, de hát ugye ezt a kormány is nagyon sokszor csinálja, hogy konstruál egy ellentétet, egy inkább egy látszat ellentétet, és ő magát a jó oldalra helyezi, és az ellenzéket pedig egy másik pozícionálja. Ismert technika, persze. Ebből lehet politikai hasznot húzni, tehát itt az ellenzék szerintem ennyit tesz. Én is azt gondolom, hogy jelen pillanatban semmi jele nincs annak, vagy legalábbis kevés jele van annak, hogy rövid távon elszánta volna magát a kormány egy ilyen lépése. Persze, hogy a folyamatok merre mennek, arról lehet vitatkozni. De semmilyen értelemben nem lenne racionális. Tehát most tekintsünk el akkor az EU-s pénzektől egy pillanatra. Még akkor el kellene tekintenünk az export vezéreltségünktől is, amit ugye Orbán Viktor is említett egy zárt körű vita során. Jó, de akkor attól is tekintsünk el. Orbán Viktornak a legfontosabb az elmúlt 10 évben az a külpolitikai mozgástér növelése. Tulajdonképpen ez a lavírozó, híd szerepre törekvő külpolitikája, ez mindezt célozta az elmúlt 10 évben. Azzal, hogy kikerülünk az EU-ból, azzal ez teljesen lekerülne a napirendről, mert a kelet számára és a nyugat számára sem lennénk érdekesek. Most, hogy egy ilyen kielezett világpolitikai helyzet van, most itt sem fog működni ez a dolog, de ezzel együtt is semmilyen, tehát külpolitikai szempontból sem racionális Orbán számára az, hogy kilépjen. Ha már behoztad a külpolitikát, mert végül is félig meddig erről volt szó, akkor úgy tűnik, hogy van egy újabb céldátum a svéd és a finn NATO csatlakozás ratifikálásának, március 31-e. Ezt a HVG hozta ki most délután, hogy a házbizottság ülésezett, és a 31-ére tűzték ki. A portál forrásai szerint az ülésen ezt a bizonyos sorozatos halasztást és időhúzást Balla György, a Fidesz frakcióvezető helyettese azzal magyarázta, idézett, Brüsszel hazudik, mint a disznó. Nem voltunk ott, mert jön egyébként utánatok Vadai Ágnes, megkérdezem, hogy ő mit tud erről, hogy ez vajon elhangzott, vagy mi történt a házbizottság ülésén. Na, ezzel hova lavíroz a Fidesz? Ugye azt mondod, hogy mindig lavíroz. Ezzel mi a célja? Kéne mert tudni. Ezt senki nem tudja megmondani egyébként. Ezen gondolkodik mindenki hetek óta, hogy ennek mi lehet a célja. Ez egyébként nem olyan bonyolult, de kéne azért tudni, hogy miről hazudik úgy, mint a disznó. Hát azt mindenképpen, igen. Hát ez így igen, kicsit igen. Túl sok a változó, meg az ismeretlen tényező, de ezzel együtt is itt teljesen nyilvánvaló, hogy itt összekapcsolták, ez ugye két külön ügy, tehát az egyik a NATO, a másik az Európai Uniós kérdés, tehát igazából kapcsolat nincs a kettő között, de azért a kormánynak sikerült ezt összekapcsolnia, és ez korábban is, tehát már fél évvel ezelőtt is arról beszéltünk, hogy itt ennek a kitolása és a folyamatos halaszgatása az egy finom nyomásgyakorlás. Mindaddig egyébként, amíg a törökök ezt nem szavazták meg, addig ez egy gyenge nyomásgyakorlás. És holnap állítólag bejelentik. De ugyanakkor meg a kormányon lévő nyomás is gyenge mindaddig, tehát ezzel lehet szórakozni, de igazából sok hasznot egyelőre nem hoz. Na de hát ez az, hogy volt-e haszna, ugye ezért nem... Nem tudjuk nem... egyébként, hogy minek, hogy van haszna, az biztos, hogy ennek a lengetése, azt Brüsszelben is érzékelik, és valahogy reagálnak. És hát ugye itt... Nem csak, hogy nincs köze a két ügynek egymáshoz, itt ugye két külön szervezetről van szó, tehát, és a kormány, én úgy emlékszem, hogy korábban kifejezetten cáfolta, vagy tagadta azt, hogy itt az uniós pénzekkel, vagy az unióval, Brüsszellel folytatott vitával kapcsolná össze ezt a kérdést. Igazából persze nem is tudom, hogy milyen magyarázatot adtak erre. Az biztos, hogy itt a speciálisan a magyar érdeket ebben megtalálni, hogy nekünk miért kell halogatni ezt a döntést, miközben egyébként azt mondják, hogy egyébként a végén úgy is meg fogja szavazni a magyar parlament a két országnak a csatlakozását.
vonatkozását, ez így nehezen érthető. És ha már szóba került a mozgástér, meg nyilván az a mozgástér attól is függ, hogy mennyire van bizalom egy országgal szemben az adott szövetségesi rendszerben, ahol jelen van, és nyilván ez a fajta húzavona, ez nem növeli a bizalmat Magyarországgal kapcsolatban, Magyarországgal szemben. Ez egészen nyilvánvaló. No, egészen más. Volt ma egy pedagógus sztrájk, és holnap is lesz, két napos egyébként. Meg tegnap volt egy március 15-e, és volt egy március 15-i iskolai ünnepség, vagy lett volna, félig meddig volt. Ugye a Budenz József Általános Iskola és Gimnáziumról van szó, ahol is az igazgató betiltotta a diákok ünnepségét, lement az iskola egyik felének, a másik fele már nem láthatta, mert az igazgató azt mondta, hogy hát politikai áthallások vannak benne, a magyarázat Petőfi például Világosságot című verse ilyen, vagy az Akasszátok fel a királyokat, mert az igazgató szerint, hát erről biztos mindenkinek Orbán Viktor juthat eszébe, tehát nagyjából így szólt a magyarázat, meg hogy le a cenzúrával, meg legyen sajtószabadság. Tehát hogy jutunk el odáig, hogy egy iskola igazgató attól fél, hogy egy ilyen ünnepségen elhangzik egy Világosságot című vers, vagy egy Akasszátok fel a királyokat, akkor júj, ezt be kell tiltani, mert ebből baj lesz. Azért jól látható, hogy az oktatási rendszernek az átalakítása, annak az egyik iránya az az erőteljes központosítás, tehát hogy az intézmény vezetők is nagyon szoros kontroll alatt működnek, ugye a tankerületi vezetéssel szemben, és hát a tankerületi vezetésnél pedig azért érezhető, hogy ott bizony politikai motiváltság is van a döntéseknél, ugye a tanárok elbocsátásánál ez elég jól tetten érhető volt. Tehát ilyen értelemben ez az aggodalom, ez a félelem, ez az, ha cenzúra, akkor öncenzúra, ez érthető. Nyilván az ügyről elég nehéz így beszélni, hogy nyilván egyikünk se látta ezt a produkciót. Az minden esetre valóban nagyon roppant szokatlan, hogy gyerekek, fiataloknak, a diákoknak a produkcióját ezt ilyen módon hát gyakorlatilag betiltja az igazgató. Ráadásul elég suta is ez az egész, hiszen a fél iskola látta, a másik fele nem látta, tehát a dolognak ugye az értelme. Igen, tehát azt hiszem, hogy ott a közösségen belül itt semmi titok nincs, és egyébként aki eddig nem gondolt volna erre, mármint, hogy itt esetleg akár Orbán Viktorról van szó, most ezek után most azt már mindenki az iskolában biztos eszébe jut a diákoknak. Mégiscsak róla van szó. Jó, nem ismerjük a részleteket, tehát itt azért ezt látni kellene, azt az előadást, ahhoz, hogy megítéljük, hogy itt valóban az öncenzúra. De várjatok, mert mind a ketten azt mondjátok, hogy nem ismerjük a részleteket, nem ismerjük, de hát azért ott nyilatkozott szülő, nyilatkozott a diák, tehát nem biztos, hogy kell ahhoz látni azt a műsort, hogy tudjuk, hogy mi van az Akasszátok fel a királyokban, vagy a Világosságot című versben, vagy miért jön zavarba attól az igazgató, hogyha azt mondja valaki, hogy le a cenzúrával. Hát március 15-én ezek egyáltalán nem szokatlan mondatok. Nem, de ilyen előadást vagy egy műsort sokféleképpen össze lehet rakni, tehát ha máshonnan nem, Spirónak az X-ekből tudhatjuk, hogy azért nagyon sokféleképpen meg lehet rendezni egy darabot. Látni kéne ahhoz, hogy érezzük, lehet, hogy ez úgy volt, ugye a tanárok most nincsenek jóban a kormánnyal, lehet, hogy ez úgy volt megcsinálva, hogy abból tényleg egyértelmű volt, hogy miről szól ez a darab, és így akartak üzenni, tehát simán el tudom képzelni, hogy ez úgy volt összerakva, hogy abból a gyerekek számára is ordított, hogy ez egy kormányellenes kiállás. Tehát azért mondom, ezt látni kéne, tehát ezt tényleg csak akkor tudnánk megítélni, mert így kimondva, hogy néhány Petőfi verse elmondása kiverte a biztosítékot az igazgatónál, ez így nyilván abszurd. Tehát meg önleleplező. De ha látnánk azt az előadást, akkor lehet, hogy elgondolkodnánk, hogy iskolai igazgatóként mondjuk engedélyeztük volna. Nyilván a direkt politizálásnak azért nyilván ott tényleg vannak határai, de azért számomra inkább az az üzenet ennek, hogy hát Petőfi olyan személyiség, Petőfi 200 év után is egy roppant veszélyes alkotó, tehát az ő gondolatai azok azért forradalmi gondolatok voltak, az ő egész életműve az egy forradalmi életmű volt, és a mindenkori hatalom az utána következő időszakban valahogy mindig furcsa viszonyt ápolt ugye Petőfivel. Mindenki az zászlajára tűzte, de azért ha komolyan belegondolunk, hogy ki mennyire követte egyébként Petőfi örökségét, és hogy mi az pontosan, akkor bizony mindenhol érezhető a feszültség. Azt gondolom, hogy ez most is így van. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen.